A Ráth Mátyás tértől érkezik, és haladna egyenesen tovább, de már van lehetőség arra, hogy balra forduljon a Petőfi felé. Az útkezelő szóvivője azt mutatja, hogy pontosan mi változott Újváros egyik legforgalmasabb kereszteződésében. A Kossuth utcáról már be lehet kanyarodni balra a zsinagóga után, ami eddig tiltva volt. Ez egy új programot kellett megtervezni először, aztán utána át kellett programozni a rendszert, lett néhány jelzőfej, új jelzőfej elhelyezve, viszont a burkolatjeleken is változtatni kellett, és így már a program tudja értelmezni, és kereszt szabályoknak is megfelel, meg a jelzőlámpás szabályoknak is megfelel az, hogy lehet balra kanyarodni a Kossuth-Lajos utcáról, a Ráth Mátyás tér felől haladva a Petőfi híd felé, tehát nem kell a Petőfi tér felé elkerülve, hanem itt tenni a jelzőlámpás csomópontra, és meg lehet tenni, hiszen a másodpercek, amiben a periódusban rendelkezésre állnak, elbírják. Az autók úgy mehetnek balra, hogy közben a gyalogosan közlekedőknek is zöld jelzésük van, a Petőfi híd felé igyekvők pedig ugyanazt a sávot használhatják, mint az egyenesen haladók. A szóvivő szerint az elmúlt napok tapasztalatai rendkívül kedvezőek. Annak segít, aki mondjuk a Ráth Mátyás tér körül parkol, vagy odahoz a gyermekét tanításra, és menne vissza Marcalváros irányába, vagy a belváros irányába, akkor a Petőfit a direktbe igénybe tudja venni. Gyakorlatilag pozitív visszajelzéseket kaptunk, negatívat még nem szerencsére. Az átalakítások, az óvatosságra figyelmeztető sárga villogó, a jelzőlámpa módosítása, a rendszer átprogramozása, az új táblák és burkolati jelek összesen 1,5 millió forintba kerültek, de mint azt a képek és a tapasztalatok is mutatják, bőven megérte az újvárosi fejlesztés.